Treća sezona izložbi savremene umetnosti u kulturnoj zoni otvorena je izložbom slika Bazila Duliškovića pod nazivom Artemida. Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa slikarevim opusom nastajalim od 2018. godine, a mnogi od izloženih radova već se nalaze u privatnom vlasništvu, te su pozajmljene za ovu izložbu. Prema rečima umetnika, ovo je njegova prva izložba u Srbiji, a ujedno i prva poseta našoj zemlji. Sa njim smo između ostalog razgovarali o motivima u njegovim radovima i samom procesu stvaranja. A dolog úgy történik, hogy valami kis szikra elkezd motoszkálni a fejembe, és azt a szikrát én elkezdem táplálgatni. És tehát amikor már úgy nevelgetem, és úgy érzem, hogy ezt most már meg lehet csinálni, meg lehet festeni, akkor nekiesek. Sokszor van úgy, hogy nevelgetem, táplálgatom, de utána eldobom az ötletet, mert hogy nem kell megcsinálni. Nincs értelme. Tehát annyira narcisztikus az ötlet, hogy nem lenne jó kép belőle. Például van ilyen is. Úgyhogy a munkamódszer az tulajdonképpen ilyen, hogy van folyamatban egy vagy két munka, de közben dolgozom más munkákon is, tervezgetem, vázolgatok, felirogatok dolgokat, és akkor körülbelül ez a napi rutin, tehát van az éles, amit éppen csinálok, és van egy csomó, amit éppen csak gondolkodok, éppen csak egy kis szikra, és van már, amik már annyira fejlett, hogy a következő kép az már, szóval, hogy azt már el lehet kezdeni csinálni, és akkor abból születik egy... Szóval ez az útja, tehát a szikrától, ameddig testet ölt, és lesz belőle egy festmény, az egy ilyen körülbelül ez az út. Van, amikor nagyon flottul megy, nagyon gyorsan, van, ami iszonyan nehezen szülök meg. Nem zárja ki se az egyik, se a másik, hogy a kép az jó lesz, illetve rossz lesz, tehát van ilyen is azért. De mostanában azért nagyon-nagyon megtervezek mindent, tehát hogy úgymond tulajdonképpen biztosra megyek. Tehát az alkotói folyamat az inkább ez az eleje, ami kiforra dolog. A többi, persze csúnya szó, az már csak kivitelezés, tehát hogy meg kell szépen csinálni, ennyi tulajdonképpen. Sagovornik nam je ovom prilikom otkrio kako njegova porodica ima korene u Srbiji. Igen, tehát nekem szerb gyökereim vannak, mégpedig a 18. században Fiuméből lettünk kiküldve az akkori, most éppen nem tudom mi volt, Kárpátalja területére, és ott elindult egy görög-katolikus vonal, tehát az összes felmenőm, a Duliskovics, azok mind papok voltak, sőt, a dédnagyapám az Bereg megye főesperese volt, tehát elég nagy ember volt. A közvetlen felmenőm, ugye, a Duliskovics Eumén. Persze, hát közben keveredtek a mindenfélék, tehát, hogy az egyik nagyapám ő ruszin, tehát ukrán, a nagymama magyar, a másik nagymama az félig lengyel, félig magyar. Körülbelül ezek a... Igen, azt hiszem mindent felsoroltam. És akkor itt vagyok én, aki hát tulajdonképpen még Szovjetunióban, de Ukrajna területén születtem. Én ukrán és orosz iskolákba jártam. Törtem a magyart, de egyszer csak a család úgy döntött, hogy kiköltözünk Magyarországra, és hogy is mondjam, ez a dolog, ez mostanában lett érdekes, hogy mi valójában honnét is jövünk, meg elő is vettem a óriási nagy családfát, de ott még nem tartok, bár kíváncsi lennék, hogy mondjuk ilyen Duliskovics nevű, tehát olyannyira nagy az a Duliskovics család, hogy például Urál területén, meg Szibériában is vannak, tehát volt, aki tovább ment annak idején.
Tehát ott például vannak Duliskovicsok, Kárpátalján elég sok volt, Magyarországon is volt egy-kettő, az szintén ez a családfa. Akademski slikar, vajar i multimedijalni umetnik Bazil Dulišković rođen je 1969. godine u Ukrajini. Studije započinje 1991. godine u Budimpešti na Univerzitetu likovne umetnosti na odseku slikarstva, gde je završio i postdiplomske studije. Izlagao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u Mađarskoj, Nemačkoj, Austriji, Ujedinjenom kraljevstvu, Italiji, Rumuniji, Rusiji, Turskoj, Slovačkoj i Češkoj. Postavku Artemida moguće je pogledati u kulturnoj zoni do 10. novembra. Svakog dana u periodu od 18 do 20 časova, osim nedelje i ponedeljka. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg i umerenog porasta naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 198 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 15,6 stepeni Celzijusa. Tokom sutrašnjeg dana meteorolozi najavljuju uglavnom oblačno vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosiće 9 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 17 stepeni. Duvaće jugozapadni vetar jačine do 12 km na čas, a pritisak će biti ispod normale. Vlažnost vazduha iznosiće 73%. Intenzitet UV zračenja biće nizak i dostići će vrednost 2 UV indeksa. Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima mogu osjetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se dodatna opreznost.